Hát először is az első fél időben egy kicsit passzívak voltunk, tartottuk a labdát, nem voltunk annyira veszélyesek a kapura, mint a második fél időben. Zahedi érkezésével kicsit felfrissítve a játékunk, főleg veszélyesebbek tudtunk lenni az ellenfél kapujára, ezt gólra is tudtuk váltani. Hiányolom a csapatomtól az 1-0-ás vezetésnél a gólhelyzetek kihasználását. Előnybe került az ellenfél 2-1-re nehezen, de visszajöttünk a mérkőzésbe, de azt gondolom, hogy 1-0-ra rá kellett volna rúgni 2-0-ra volt is lezárni a mérkőzést. Ez nem történt meg, és az ellenfél került előnybe. De viszont végig küzdöttük a mérkőzést, döntő pillanatok voltak a mérkőzésben, az Ehedi 100%-os ígyszere, a komáromi helyzetje és a Gruber helyzetje, három tiszta helyzetet hagytunk ki 1-0-nál, ezt be kellett volna értékesíteni, és akkor sima mérkőzés van. Ez megtörtént a múltban is sajnos, és ezzel dolgozunk a helyzet kihasználással, de meg kell dicsérnem az Ehedi érkezésével, a csapat felfrissült, veszélyesebb tudott lenni, mondom, a helyzet kihasználással kicsit vagyok elégedetlen, meg a pontvesztéssel. Remélem, hogy mindenki éppen megúszta ezt a mérkőzést, főleg gondolok Levire, mert egy olyan belépéssel, az egyetlen piros lap a Vár is vizsgálta, szerintem ha meglássa valaki a lábát, az egyszerűen olyan belépés volt, hogy örülök, hogy remélem, hogy nem lesz komoly sérültem a mérkőzés után, de férfiasan bele kell állni, a következő mérkőzések éppen nehezek lesznek, mint ez a mérkőzés, erre is úgy kellett küzdenünk, hogy nem lesz egyszerű feladatunk. Úgyhogy következő mérkőzésre készülünk. Kár, hogy nem tudtuk megnyerni a mérkőzés, benne volt a három pont, de sajnos döntetlennel végződött.